Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus. Szórakoztató irodalomról mindenkinek. Sziasztok! Nagyon friss anyagot mutatok be nektek, ez tegnap történt. 1956 Kezében szabadság című könyvünket mutattuk be, amelyet én álmodtam meg, szerkesztettem és tized magammal írtam. A szórakoztató irodalom felől közelítettük meg az 56-os emlékév alkalmából a forradalmi témát. 10 íróból 6 jelen volt a tegnapi Mika Tivadar mulatóban tartott könyvbemutatón. Egy gyerekszínészünk is volt, a felvételben nem fog csak a keresztneve elhangzani, ő Lendvai Kira. Az ő felolvasása is benne van ebben a kicsit megvágott anyagban, kénytelen voltam megvágni, hiszen másfél órás volt a bemutató. Még tarthatott volna tovább, is nagyon élveztük mi és a közönség is. Halljátok ezt címe. 1956 Kezében szabadság, a könyvünk címe. Ugyanaz volt az alapvetésünk, hogy egy némileg a szórakoztató irodalom felől közelítjük a dolgot. Sőt, minden író, aki ezt be a könyvbe jegyezte írását, az valamilyen szinten utazik a kalandirodalomba, a szórakoztató irodalomban is. Van köztünk olyan, aki színpadi műveket ír, és a színpadi művek között drámákat és bohózatokat is, tehát neki is köze van a szórakoztató irodalomhoz is, és a humoroshoz is. Többen is vagyunk, akik science fiction-t írunk. Van, aki történelmi. Bukros Zsolt, Trux Béla, Villax Rihárd. Azt akartam volna, hogy Gonosz Frici. Balta Ferenc, Andy Baron, Botta András, Brunner Tamás, Rozványi Dávid. Vagyunk itt, és még három társunk nincs itt. Albert Tamás, aki Damien Grove írója nevén, és két hölgy, akiket mondjuk először kellett volna mondani. Steffer Erzsébet, Elizabeth és Sági Veronika, akinek most nem tudom a művész nevét. Esvi. Nem ígérek az olvasóknak happy endet egyik novella végén se, hisz maga az esemény sem, mint tudjuk, nem végződött happy enddel. Bár történészek bizonyára vitatkoznak rajta, hogy az 56-os forradalom hozta el meg számunkra az enyhülést és a gulyás kommunizmust, vagy más folyamatok, de mi ezzel nem foglalkoztunk. Mi belevetettük magunkat írói fantáziánk által hajtva a kalandokba. Az első szerző, Albert Tamás, Damien Grove, egy egész oldalt írt, ezt most kivonatosan fogom ismertetni, jó, hogy a többieket is hagyjam szóhoz jutni. Amikor lehetőséget kaptam, hogy tisztelegjek az 56-os eszme előtt, mélyen magamba szálltam, és elgondolkodtam, vajon mit jelent nekem 1956? Persze még nem éltem akkor, sőt a szüleim is éppen csak megszülettek. Azonban gyermekként én is éltem a már felpuhult rendszerben, voltam kisdobos úttörő, tanultam az orosz nyelvet, mert kötelező volt. Már akkor is taszított ez a millió. Pislákoló értelmemmel még alig tudtam, miért érezhetek így, mégis tisztában voltam vele, valami furcsa, valami nincs rendjén, valami idegen. Aztán kivonultak az orosz csapatok, 13 éves voltam akkor, mondja Albert Tamás, az első novella szerzője. Több mint 40 év hazugsága és képmutatása enyészett el, persze nem egyik pillanatra a másikra, a világ megváltozott. Emberi sorsok, jó vagy rossz döntések, amelyek aztán a bukáshoz vezetnek, emberi gyarlóságok, amelyek mindannyiunkban benne vannak. Hát tulajdonképpen az összes novelláról elmondható, hogy ilyen hősökről írtunk. Sőt, az is elmondható, hogy mindkét oldalon álló, harcoló, ágáló hősökről, karakterekről írtunk, tehát nem csak a most már pozitívnak nevezhető figurákat tűztük a tollunkra, és hát ez különösen igaz Albert Tamás novellájára. A Rajk temetéssel kezdődik, és annyit még spoilerezés nélkül elmondhatok, és majd minden novelláról pár szó spoilerezés nélkül, és ígérem, hogy foglak titeket hagyni beszélni, de hát most Tamás helyett beszélek. Az egyik Rajkot kihallgató vizsgálótiszt monológia ez a novella, tehát Tamás alaposan utána is nézett a dolognak, és bele is érte magát a karakterbe, és nagyon alaposan megírta ezt a jellemrajzot. A sorban következő második novella, azt most egy kicsit szemérmesen nem ismertetem annyira, hisz az Andy Baron Elvtárs maga bácsi lett című novellája, ez is jó nagyra hízott, mert vagy 60-70 oldalas, már-már kis regény, nekem nagyon tetszik. És aztán haladunk, igyekeztem kalandirodalmi tapasztalataimat kihasználva, annak ellenére kalandosan és szórakoztató módon írni, hogy egy vén szarosról van szó, aki egy besugó, tehát megint egy negatív hős, de az ő életét is alaposan
megváltoztatja, pedig a Népszínház utcába, ezt is spoilerezés nélkül még elmondhatom, a novella valahol így kezdődik, a Népszínház utcába kuksol a durrogásoktól betört ablakok mögött, és ott átkozza ezeket a mocskos fasisztákat, akiknek semmi sem elég jó, és a szovjet elvtársakra mertek kezet emelni. És majd aztán kalandok sora következik, ami némileg átértékeli egy éjszaka alatt az ő világképét. Rólam csak ennyit. A következő novella az Elizabeth, így van írva, ő Steffer Erzsébet, aki ritkán jön föl, mert vagy 250 kilométernyire lakik, és ez most drága mulatság lett volna neki, és azt hiszem időbe se tudta összehozni. Ennek a novellának pedig egy élvezetes bemutatási módját választottuk, ugyanis a könyvben ez a legrövidebb történet, rövid és ütős kis történet, és van köztünk egy gyerekszínész, Kira, akit most megkérek, hogy üljön ide, és csinálunk neki itt egy színpadot. Jó szemed van? Kirának jó szeme van. Elizabeth, félek. Félek. Hiába nyugtatgatnak a szüleim, érzem, hogy forró levegő a városban. Fiatal vagyok, de nem ostoba. Két hete minden áldott nap paradicsomlevest teszünk. Anya rengeteget befőzött télire, most meg a pará parancsolt, hogy főzze meg, vagy öntse ki, mert kellenek az üres üvegek. Anya máskor úgy őrizte a befőtjeit, mint anya tigris a kölykét, most meg szó nélkül bontja az üvegeket. Apa meg a pálinkát. Még soha nem adott belőle, mondván gyerekeknek nem való. Ma mégis megkínál. Tényleg nem való nekem, égeti a számat, a torkomat, aztán meggyújtja a kályhát a gyomromban, mert nagyon melegem lesz tőle. De legalább alszom egy jót. Apa kannaszámra hordja haza a benzint Józsi bá töltőállomásáról. Azt hiszi, nem tudom. Tudom, csak nem kérdezek semmit, apa nem szereti, akkor nyeleskedek. Anya régi lepedőket tépett csíkokra, aztán összesúgnak a pincében apával, meg keresztapával. Nekem meg azt bizonygatják, nincs semmi baj. De egy 10 éves ezt már nem veszi be. Éjjel megébredek. Fura csöndesség van a házban, mintha egyedül lennék. Kimegyek a konyhára, de ott sincs senki. Borzongás fut végig a hátamon, pedig nem vagyok már kisgyerek. Ezt többször is elmondom magamnak, mire észreveszem a pince ajtó alatt kiszűrődő halvány fényt. Arrafelé settenkedek, és óvatosan lenyomom a kilincset. Odalent halk motoszkálás, érthetetlen szófoszlányok. Felismerem apa hangját. Megnyugodva, lefelé indulok a nyikorgó falépcsőn. 5 férfi néz fel rám rémülten, és anya. A pince polcai, apa befőtjei sorakoznak. Csupa vaskos, literes üveg, fura mód, ezek nem töltötték színültig, viszont a dugók helyén szétszaggatott lepedők csíkjai lógnak. A benzin ismerős bűze betölti az egész helyiséget. Ennél még a pálinka is illatosabb. Nem értem, anya miért engedte ezt? Menj vissza és feküdj le, kislányom. Jön oda hozzám anya, megfogja a karomat és visszafordít. Apa komoran húzza össze a szemét, beharapja az alsó ajkát, ami nála a talánstalanság jele. Keresztapa nyugtató mozdulattal teszi a vállára a kezét, a 3 idegen viszont ellenségesen méricskél engem. Én meg őket. Talán megsejtettem, hogy bajt hoznak ránk. Közel lakunk a Corvin mozihoz. Szűk kis utcák vannak errefelé, a túlsó sarkon a Kilián laktanya. Még sosem jártam benne. Apa szerint ne is kívánkozzak oda. Nem kívánkozom. Még az utcán is átmegyek, ha a kapuja előtt kellene elhaladnom. Félelmetes épület, talán a hatalmas méretei miatt, mert amellett elismerem a szépségét. Habár errefelé minden ház szép, mivel a környék az otthonom. Ismerem minden zegzugát, 100-szor bejártuk a srácokkal. Tudom, hogy ezek az idegenek nem jöhetnek be a kapun, azt hallottam volna. Sosem gondoltam, hogy apa bárkinek is megmutatja az átjárót. Azt ígérte, amikor véletlenül felfedeztem, hogy a kettőnk titka marad. Ha a gyereke rágó bennünket, szólal meg az egyik idegen, ritkás barna haja alól kikandikál kajla bal füle. Muris, ahogy idegességében födörgeti a cimpáját. Nem mond többet, csak megpróbál szemmel megölni. Szerencsémre nem sikerül neki. Apa megvéd, bár fogalma sincs mitől, de komoly a hangja, vagy inkább komor. Nem árul el. Rám pillant, menj fel és hallgass. Felmegyek és hallgatok. Nincs kivel megbeszéljem a gondolataimat. Nincs, aki válaszoljon a kérdéseimre. Csak azt érzem, nagyon tisztán és erősen, hogy valami elromlott. Valami, amitől eddigi életem a feje tetejére fog állni.
Álmatlanul forgolódom az ágyban, talán először életemben. Csak hajnal felé szenderülök el, amikor meghallom, hogy a szüleim is ágyba dőlnek végre. Reggel versenykókolozunk. Apa csak rám pillant, és egy kézlegyintéssel beleegyezik, hogy de menjek iskolába. Amik anya reggelit készít, apa mellém ül, és mesélni kezd a szovjetekről, a forradalomról, a szabadságról. Azt mondja, cudar világ lehet, ha rosszul sülnek el a dolgok. És ő felkészült a legrosszabbra, azért jártak nálunk az éjjel azok az idegenek. Az üvegekben fegyver lapul, amelyekre szükségünk lehet, ha harcolni kell. Arra a kérdésre, hogy miért kell harcolni, csak annyit felelt, hogy a szabadságunkért. Nem igazán értem, talán látja is rajtam, mert megígértetti velem, hogy nem teszem ki a lábam az utcára. Aztán elmegy, és csak este jön haza egy lyukas zászlóval. Kérem, meséljen, de csak összenéznek anyával, és elküldenek aludni. Szerda reggel pihenten ébredek. Jót tett az iskola kerülés. Apa nincs itthon, és mára nem ígértette meg velem, hogy ne menjek ki a házból. A laktanya felé indulok megnézni, mi történik ott. Sokan ácsorognak a kereszteződésnél, szomszédok, ismerősök, de idegenek is. Beállok közéjük, hát a hall valami érdekeset. Valamit, amiből megtudhatom azt, amit a szüleim eltitkoltak előlem. Egy autó közeledik zúgva az utcán. Előre furakszom, hogy láthassam. Egy popeda. Ráfeledkezem, mint mindig, ha ilyet látok, nagypapára emlékeztet. Neki volt ilyen tömzsi orra, két apró bogárszaba között. Nem tűnik fel, hogy a nyitott ablakon valaki képpuska csövét dugja ki. Csak a sorozatot hallom, és a fájdalmat érzem. Becsukom a szemem, és repülök. Már nem félek. Köszönöm. Egyébként annyi műhelytitkot elárulunk, hogy eredetileg egy kisfiú szerepel ebben a novellában, de Erzsébettel leleveleztük, hogy azt, mint egy három utalást, ami arra utal, hogy kisfiú, azt átírjuk kislányra, mert így sokkal jobban hangzott, és nagyobbat is szólt a végén, hogy egy gyenge kislánya történik mindez a szörnyűség. Brunner Tamás barátom, írásaidat, amikor olvasom, tipikus darabja az ilyen írásoknak a könyvbéli. Nekem mindig Kern András lövöldetér, vagy valamelyik elmesélős, hát szinte mindegyik olyan Cseh Tamás dal jut eszembe. Hát igazából te a gulyás kommunizmus úriembere vagy. Ez nagyon jó. Ezekről a békeidőkről szóló írásaidnak a hangja, kissé deprimált, lemondó, ilyen lesz, ami lesz, típusú akármit is írsz, akár krimit írsz, amit te előszeretettel írsz. Nagy hülyeség lett volna nem hívni téged ebbe a könyvbe. Abszolút belevaló vagy. Köszönöm szépen. Csak úgy leültél és kifolyt a tinta, a tolladból, vagy volt valami koncepciód? Szóval nagyon koncepció nem volt, ugye a téma az adott, 1956, és megpróbáltam ezt valahogyan úgy megragadni, ami érzésem nekem erről az időszakról van. Mindenféle információk kavarognak az emberben, a tanultak, az olvasottak, a régebbiek, az újabbak, és valahogy megpróbáltam ezt a dolgot az emberi részéről megtalálni, vagy megközelíteni. Ez egy nehéz helyzet lehetett akkor, azt hiszem mindenkinek. Magyarország egy igen kicsi ország, és itt mindenki ismer gyakorlatilag majdnem mindenkit, hogyha elmúltál 50 éves, akkor a Budapest lakóinak felét arcról biztos ismered. Ehhez képest ebben a helyzetben kell valahogyan élni azután, miután az 56-os forradalomnak vége van, és következik, ami következik, viszont élni meg kell tovább. És ezt próbáltam valahogy ebben a novellában megragadni. Ez egy lánynak, meg egy fiúnak a története, a lány szemszögéből végigvezetve. Nem hosszú, kétségtelen nem hosszú novella. A lány, elmondjam? Nem, hát a saját tudat se illik spoilerezni. Nem fejből az egészet, csak a történetet. Az első egy oldalt meséld. Az első egy oldalt. Hát a lány megy látogatni a vőlegényét, aki harci sérülésekkel, e pillanatban előzetes letartóztatásban a tárgyalására vár. Ez egy elég reménytelen történet, ugye? Tehát, mint egy ilyen hát filmnoárt néznék. Igyekeztem nem így stílusban maradni, tehát hogy nem ennyire megragadhatóan, nem annyira valamilyen stílusban írni, inkább kevés szóval megmutatni azokat az érzéseket, amik ebben bennem keltek, illetve hát azokat, amik a szereplőkben magukban benne kelnek. És azzal együtt, hogy történt, ami történt, és ahogyan vége lett, és mindenki várja
a sorsát, ugye azt, ami a börtönben várhat rá, azt, ami magányosan várhat rá, mert a hozzátartozó egy része elmentek az országból. A lánynak a saját sorsát, ami egy meglehetősen idegen helyzet ebben a fővárosban, amit nem is nagyon ismer, viszont egészen biztosan tudja, hogy a fiúért ki akar állni, és a jövőt pedig magába hordozza, mert hogy élni kell, és a gyerekeknek meg kell születniük, akármi is történik, mert hogy ez a jövő. És ezt próbáltam valahogy itt én egy 10 oldalas novellába bele. Te kész akarva írsz ilyen minimalista stílusban? Nagyon intelligens, de minimalista. Az a baj, hogy idén-nyáron rengeteg Hemingway-t olvastam. És ugye hát a Hemingway, ugye annál rövidebb nincs, ugye, ha alig használt babacipő eladó. Most, igen, tehát amikor ilyen novellákat olvas az ember, akkor hajlamos, legalábbis én igyekeztem kerülni azt, hogy túlságosan terjengős legyek. Lehet, hogy túlságosan szűkszavú maradtam, de igyekeztem inkább hát megmutatni, sem mint elmondani azt a közeget, ami ott van. Valóban kevés szóval hangzik el a történet, meglehetősen kevéssel. Nagyon egyszerűek, egyszerű emberek a szereplőid, a lány is, ez a vidéki lány is, fiú is, aki ott a börtönkórházba fekszik, igen, és akit meglátogat a lány. Majd az a következő szereplő is, akit most már nem mondok, hogy ki, mert az már tényleg a kedvenc szavamaréda. De szívesen elmesélem, rövid. Nem, nem spoilerezünk. Most voltak többen, akik megvásároltak a könyvet, nem szúrunk ki velük. Nekik is szívesen elmesélem. Hát nincsenek nem egyszerű emberek. Amikor az ember benne van a maszatban nyakig, akkor mindenki elég egyszerű kezd lenni, igaz? De nincs ott nagyon, nem tudom én, micsoda kivételes személyiség. Vannak ilyen helyzetek. Az ember várja a tárgyalást, várja a sorsát. A másiknak ugye van egy élete, amit meg valahogyan vinni kell, a harmadiknak megint van egy. Ez mindegy az, hogy az ugye nem tudom, király vagy koldus. Ilyen szempontból, amikor érzelmekről van szó, meg élethelyzetekről, akkor azt gondolom, mindenki egyszerű ember, nem nagyon lehet más, nincs kivétel, mindenki ugyanúgy éli meg ezeket a dolgokat, gondolom. Mit csinálsz általában? Hát, általában mindenfélét csinálok, hát van egy hivatásom, ügyvédkedem, és írok ilyen novellákat, meg regényeket, meg színdarabokat, meg ilyen hat szavas novellákat, és ebből már, hogy mondjam, ipart űzök, hogy ez még az értelmezhetőség határán belül, de már azért valami történetet elmeséljem. Azért is vagyunk itt, hogy megismerjük egymást, illetve minket, a többiek. És ehhez egy nagyon-nagyon kiváló kérdés, páros kedvenc könyved, filmed? A Hét Mesterlövész. Most láttam a következő feldolgozását a Hét Mesterlövésznek. Ezt erről szabad besélni? Azzal a prekoncepcióval ültem be, hogy ez vacak lesz, hogy ez nem le, és tetszett, egészen jó lett ez a második változat, és az első is tetszett. Hát könnyű, hogyha ilyen rossz elvárásokkal ülsz be, úgy biztos tetszett. De nem, önmagához képest is jó volt. Kérhetik így olvasni a mi könyvünket is, hogy hát ez mi ez a képregényes borító, mi ez, de és ne, akkor ez nagyon jó, csodálkozni jó, a minőség. Jó lesz ez. A könyvem aztán valami Hemingway, ha már Hemingway-t olvastam egész nyáron, és ez most már meg is látszik rajta. Karikás a szemem, és szakát kezdtem növeszteni. Szerintem ez is ettől Hemingway. Valami Hemingway. Picit muszáj egy műhelyt titokként megemlíteni, hogy te nem is akartál ebbe a kötetbe írni. Az, igen, mert hogy az 56 az egy nehéz probléma. Vagy hogyan emlékezel meg erről, anélkül, hogy nagyon pátoszos lennél, vagy hogy az írásban ne az tükröződjön vissza, ami a közbeszédben jelen van. Ez egy súlyos kérdés, 56, és nehéz ebben megszólalni, úgyhogy a hangod is megmaradjon, mondj is valamit, ne legyél pátoszos, ne legyél közhelyes, és mégis valahogyan arról emlékezz meg, ami akkor Budapesten, jobbára Budapesten, meg hát az országban történt, mindazon egyszerű emberekkel, akik ebben akkor részt vettek, úgy, hogy akarták, meg úgy is, hogy nem, akik részt vettek ebben. Ezt a Bámor mesélte nekem, hogy valamilyen amerikai támaszponton vendégeskedett, és ott egy ezredes, aki ilyen nagy katonai taktikai zseni volt, az folyamatosan nyomta le a Bán Janinak, tudjátok, a Bámor íróról beszélek, folyamatosan nyomta le a torkán, hogy Alamo volt a világ legnagyobb dicsőséges ostroma vagy csatája, mert ugye ott egy ember maradt életben, az amcsi amerikaiak, nem tudom, páran, nagyon kevesen föltartották a mexikói haderőt, és hősiesen ellenálltak. És akkor megvan említve a Hét Mesterlövészben, csak úgy mondom. És akkor elkezdtem mesélni a Bán Jani ennek az ezredesnek, csak úgy betekintésszerűen a magyar történelme, főleg Hunyadi, ugye, mert arról ír életmódszerűen, de
elkezdte mesélni csak néhány dicsőséges csatáját, nem is jutott szerintem el 56-ig. és egyszerűen nem kérdezte a férfi, ez az ezredes, hogy ezekre hol lehet hallani, hát ő nem is hallott ilyet, és csak történetek meggyőzték őt arról, hogy talán mégsem Álámó volt a világ legnagyobb hőstette. Úgyhogy én így gondolok egyébként 56-ra is, és mint azt az előszóban is írta a szerkesztő, vagyis én, hogy ráadásul nem is ilyen elérhetetlen papírmasi történelmi figurák kardoznak, hanem a mi szüleink, nagyszüleinket érinti, és mégis most már egy ilyen romantikussá nem esedett, mert 1848-tól már megszoktuk, hogy a romantika mázában van mártogatva, ez akkor nyilván az ott benne küzdőknek, meg meghalóknak, meg a családtagjaiknak az borzasztó vészt korszak volt, és szóval most már 56-ról is ez. Az jutott eszembe ennek a könyvnek a kapcsán, hogy vajon eljött-e már az idő arra, hogy az 56-os témában ne azon a bizonyos általánosan megszólaló pátoszos hangon nyilatkozzunk, hanem mondjuk éppenséggel a kalandregénynek, vagy a kalandirodalomnak eljött, mert ez már lehet a feldolgozásnak, meg az erről való véleményformálásnak ilyen módja is. Azt gondolom, ez a tiszteletből nem veszel semmit, viszont a megközelítésben igenis benne lehet. Hát akkor örülök, ha egy picit meg én is ez benne vagyok, hogy meg tudtalak győzni téged erről. Mert... Köszönöm szépen, én örömmel végül is igen, azt gondolom. A novellák sorában Bukros Zsolt következik. Tehát Zsolti úgy került ebbe a könyvbe, hogy szerintem minden antológiába, amit én magam kitalálok és szerkeszteni fogok, szerepelni fog, mert imádom az ő írásművészetét, ami nem egy magas művészet, de nem, ez most nem, ez nem degradáló, hanem ő egy csillagszóró, ő egy ötleteket feldobó és jól, tisztességesen jól megíró ember, mert hogy hát én magam is szerintem legalább 100 novelládat, vagy 80-at biztos már olvastam, és mondjuk abból nem tetszett 3. Tehát azért ez elég jó arány. Azt mondja, Tamás, melyik 3? És melyik 3? Zsolti, akinek többféle álneve is volt, de most már vállalja a sajátját, mert most már papírkönyvek formájában is megjelenik, nem csak az interneten randalíroz. Arról volt szó eredetileg, hogy egy ilyen nyomozós thrillert fogsz írni, mert hogy neked is nagyon tetszett az a 44 gyermek című film, és hogy esetleg egy ilyen hangulatot kapsz el, de végül kicsit más csináltál, de örülök neki. Hogy? Miért nem azt csináltad, és miért ezt? Nem jött nyomozós iklet ennyi. Elkezdtem olvasgatni 56-ról, egyre több könyvet elolvastam róla, tehát én forrást kutattam. Miatt az egy novella miatt? Emiatt az egy novella miatt, igen, mert egy profi így dolgozik, hogy mindennek utána néz, és megpróbál minél jobbat kihozni abból az információ tömegből, amit talál. És nem jött nyomozós ötlet, viszont jött egy bűnözős ötlet, ami tök jó volt, tehát csavaros is volt, és akkor úgy gondoltam, hogy legyen ez. Hosszú lére eresztett, de szinte minden oldalán interakcióval tarkított történet. Tehát tulajdonképpen hoztad azt a koncepciót, amit én kitaláltam, mert többünk, akik majd most sorra kerültek, azok nem bírtak el, és jó is ez így, nem bírtak elszakadni, hogy nagyon komolyat írtak. De hát ők ilyen nagyon komolyan állnak ehhez. És amikor én írtam, még én is elgondolkoztam azon, amint Tamás is elgondolkozott, hogy nem kegyeletsértő-e ilyen szórakoztató irodalmi kalandosat írni. De Zsoltinak nem voltak ilyen aggályai. Egy kalandfilmbe illő, spoilerezés nélkül el lehet mondani az elejét, hogy van 3 pali, aki ávós tisztnek van beöltözve, és fosztogatja az igazi ávósokat. Igen, mert volt ilyen eredeti történetben is, hogy abban az időszakban ilyen rablók, akik leraboltak ruhát mindent rólad, és nem merték följelenteni őket, mert nem tudták, hogy nem ávósok. Tényleg ávósok. Igen. Na és akkor ezeknek van egy összekötő tisztjük is, aki szerepel a történetben, aki megbízza őket és elmondja, hogy hova menjenek rabolni, valahogy így kezdődik. De hát még őket is, ezt a 3 csibészt is, akik ávos ruhába, dobtáros géppisztoly és pobjeda autóval zúznak, még őket is meglepi, hogy miféle forradalom bontakozik ki október 23-án, és amerre elhaladnak, mellékesen lógatják föl lábuknál, nyakuknál fogva az ávosokat. Mondjuk őket nem, mert ők elég vadul géppisztoly tűzzel reagálnak. Amikor ezt írtad, akkor filmszerűen láttad? Ez egy magyar 56 noir sztori lett. Volt a könyvnek egy alkotása közben egy ilyen zárt Facebook csoportunk, valami géppisztolyokról, vagy nem tudom, és akkor én utána is néztem, hát az egyből férfi embernek egyértelmű volt, hogy melyik a géppisztoly a típusok közül, és melyik a pisztoly. Hogy volt ez? Igen, meg volt egy olyan, a Sági Verával volt egy olyan, hogy mondta, hogy AVH-nak hívják az ávát, és hiába, én végig ávósoknak nevezem, mert úgy, köztudatban úgy van benne, hogy ávósok.
Igen, a kor emberei így mondták, hogy ávósok, mikor már államvédelmi hatóság volt, akkor igen, és akkor a pisztolyokkal is volt mizéria, igen, mert azt írtam, hogy valam pisztolyt használnak, de akkor még nem volt valam, csak M48-as volt. A lányoknak mondom, az egy pisztolymárka, valam. Mindegy, az a lényeg, hogy tettem bele ilyen pisztolymárkákat, igen, hogy hitelesebb legyen a sztori, tehát hogy közegébe helyeztem. Hát sűrűn használják is egyébként a hőseit, a pisztolyaikat, meg a géppisztolyt. Hát, ha már van nekik, akkor ugye és egy katar... dramaturgia szabályai szerint, hogyha van egy vadászpuska, az előbb-utóbb el fog sűrni. És egy katartikus végkifejletben, amit aztán végképp nem mondok el, csúcsosodik ki a novella. Aki kalandok miatt veszi meg ezt a könyvet, az lapozon ide, és kezdje ezzel. Jó? Jól mondom? Ja, abszolút. Jó az ajánlás? Ja, igen. Ki jön Zsolti után? Megnézem a tartalomjegyzéket, jó? Nem, mintha nem töltöttem volna egy hónapot ezzel a könyvvel. Frici, Balta Ferenc, tehát a te novellád, az pedig, ami az elején is utaltam rá, képviseli a, itt a humort. Egyáltalán nem kegyelcsértően, kedvesen. Miért ilyet? Na most egyrészt én sose írok komoly dolgokat, legalábbis nagyon ritkán. A másik pedig az, hogy be kell, hogy valljam, ez a történet egytől, az első betűtől az utolsóig plágium. Ugyanis ez egy megtörtént eset. Nem lövök le én se semmi poént, két kislány a főhőse, az egyik kislány a mamám. És tőle hallottam a sztorit. A címe egyébként Tuti titkos terv. És igazándiból még csak nem is színeztem nagyon a történetet. Ahogy a gyerekkoromban én ezt hallottam a mamámtól, leírtam, és ez sült ki belőle. Tehát mondom, ez igazándiból az ő érdeme. Egy nagyon kitolós tervük van a lányoknak, amivel meg akarnak büntetni a egy házban lakó, köztudottan valamzert ilyen feljelentős embert. Hát a két lány az ilyen 12-13 éves kislányokról van szó. A 12-13 éves kislány az ő álmaik és hasonlók, és hát az ő fantáziájuk, hogy most mit lehetne csinálni, meg hát ugye a kalandvágy, ami szerintem minden ilyen idős gyerekben benne van, bennem legalábbis tutira benne volt, és hát aztán ugye nagyon utáljuk azt a szomszédot. Hát akkor kitolunk vele. Amikor fölmerült, hogy ugye írni ezt a 56-os történetet, nekem rögtön ez jutott eszembe. Nem azért, mint hogyha nem, most nem akarok szerénytelen lenni, persze ki tudtam volna találni valami más, de ez gyerekkoromban nekem annyira tetszett ez a történet, és úgy gondoltam, hogy annyira erről szól. Akik igazándiból nem is voltak részesei az egésznek, nem is nagyon értették pontosan, miről szól, tehát mondom, itt 12-13 éves kislányokról van szó, ők csak úgy megélték a történelmet, ráadásul teljesen a sűrűjében, mert akkor is hát nagyon közel laktunk a Korvinkhöz, Kilián lakta, a hasonlók, tehát látták a tankokat, látták a temetéseket, látták a mindenféle borzalmat, és hát aztán talán az egy külön családi szerencse, vagy ilyesmi, hogy nálunk azért beszéltünk róla otthon. Bár mindig atyám hozzátette, hogy fiam, ha ezt elmondod az iskolában, letöröm a derekad. Tehát nem okvetlenül az akkor hivatalos álláspontot hallottam én otthon. És ez a történet, ez nagyon tetszett. Tehát muszáj volt megörökíteni valahogy. Ja, ebből ki is tudom akkor számolni életrajzi adalékként, hogy akkor ha anyukád, tehát akkor te 58-60-as születésű? 62. 62-es. Bocsánat. Nem, hát fiúk, ne szabad ilyen. Tehát ő ugye elmesélte a történetet szóban, hát ezelőtt mondjuk 40 éve hallottam tőle. Persze hát azóta átszűrődött az én memóriámon, ami meglehetősen lyukas, meg hasonlók. És úgy elgondolkodtam ezen a dolgon, most mit lehetne komolyat írni 56-ról egy ilyen lökötnek, mint amilyen én vagyok. De neked nagyon testezálló volt a kihívás, a feladat, hogy szórakoztató irodalmi. Igen, és igyekeztem, mint ahogy mondod, hogy ez egy humoros, ez lett az egyetlen humoros novella benne, én igyekeztem komolyan venni. De ez valószínűleg a adottság, vagy nem tudom, a lököttségemből kifőleg, de nagyon nehezen megy, hogy én valamit komolyan vegyek. Rozványi Dávid, aki előttem arról is ismert, hogy nem tesz lakatot a szájára, akkor a nemzeti érzelmeit kell megírni, akár prózában, akár lírában, mert hogy ő verseket is ír. És én azt például borítékoltam előre, hogy Dávidtól valami szimbolikusat, valami komolyabbat fogok kapni. Ahhoz képest egyébként még egész könnyed lett,
És egyébként neked például a www.írjunk.hu-n ott raktál föl például egyszer egy 50, emlékszem, egy 56-os ilyen minidrámát is. Az is körülbelül hasonló, ilyen szimbolikus. Ez egyébként jobban tetszett sokkal. Neked például, neked is kész akarva van ez, hogy ilyen szimbolikus dolgokat írsz? Biztos. Én azt hiszem, hogy a magyar történelemben vannak feldolgozatlan traumák, ilyen közös tudatalattik. Az egyik például Trianon, a másik pedig 1956, ami egyébként úgy általában bármilyen történelmi esemény kerül szóba, biztos, hogy két része szakad a csoport. Minimum két része. Ez a kettő, amiből hogy nagyjából közmegegyezés van, viszont ezzel együtt erre, hogy mind a kettő nagyon feldolgozatlan trauma. Az egyik, mondjuk az első, az egy negatív trauma, a második az alapvetően egy pozitív, de nehezen tudjuk feldolgozni mind a kettőt. És én azt hiszem, hogy azért nagyon jó, hogy ez a mai írókorosztály, tehát aki a sci-fivel a mai úgymond könnyed... Szóval te is könnyebb, szoktál néha szórakozásként sci-fit írni? Természetesen, de úgy éreztem, hogy nagyon fontos az, hogy a mai nemzedék hangján szólaljon meg 56-nak a témája, hogy a mai emberének mit jelent, annélkül, hogy deheroizálás lenne, a emberi oldalát mutassuk meg 56-nak. A történet maga, ez nekem az édesapám és a nagymamámnak a története. Nagymamám, amikor én 5-6 éves voltam, akkor mindig mesélt nekem esténként a nagymamám, és mindig azzal fejezte be, vagy minden héten legalább egyszer, hogy tanuljak meg passziánszozni. És megkérdeztem, hogy miért? Azért, hogy ne und el magadat a börtönbe. A novella címe, hogy Bridge, mint halálig. Igen. És ez a másik történet pedig az édesapámé, aki egy ilyen bridge-kőben volt benne, és javarészt az ő élményeit, az ő történeteit szőttem bele ebbe. Megpróbáltam, az én novellámban semmi sem történik. Négy férfi leül bridge-elni, egy pap, egy katonatiszt, egy bankigazgató és egy diák. 30-as évek végén, és bridge-elnek folyamatosan, jöhet világháború, felszabadulás, megszállás. Ők minden szombat este leülnek bridge-elni, tehát éppen semmi nem történik, csak hogy a 40-es évek második felében elkezd fogyatkozni a társaság. És éppen az utolsó pillanat az 1956, amikor kitör a forradalom. Én nagyon féltem, és azt hiszem, hogy ezen mindannyian így vagyunk, hogy 56 témája az nagyon-nagyon óvatosan kell hozzányúlni. Én bevallom, hogy nem mertem, mert féltem, hogy vagy így nagyon pátoszos lenne, vagy pedig nagyon deheroizáló. Ezért inkább megpróbáltam az eseményeket ilyen kis emberi történeten keresztül. Megpróbáltam, hogy mi ahhoz lehet úgy érni, hogy ne történjen semmi se. 16 és fél oldal lett az, ami nagyon nehéz, és szerintem ami jól sikerült ebbe, hogy 56-nak a hőseire, mint ilyen félistenekre gondolunk, pedig ugyanilyen emberek voltak, mint mi, csak egy adott történelmi korszakban tudta becsületes választ adni. És azt hiszem, ez ebben a történetben mind nagyon jó, hogy egyszerű embereket tudom, ez az egyszerűvel most kicsit vitatkozhat. A hétköznapi emberek, úgymond hétköznapi emberek, amilyenekkel ma is találkozhatunk a pesti utcákon, egy történelmi kérdéssel olyan választ adtak, amiben egy olyan élmény született, ami meghatározza a mai öntudatunkat. Akinek következik a novellája, az most nem kell odaadni senkinek a mikrofont, mert ő Sági Veronika, ő sajnos megint csak nem tudott eljönni. Ő egy nefrológus orvos, de ő egy vesébelátó ember, mert veseorvos. Annyit írt a kérésemre, hogy valamit tolmácsoljak felétek. A novellám keletkezésének mondja Veronika története. Pécsi tartózkodásom idején egy barátnőmmel túrázni mentünk a mecsekbe. Tőle hallottam a mecseki láthatatlanakról, akik 56-ban a pesti harcok vége után még sokáig küzdöttek a megszálló csapatok ellen. Megfogott a téma és elhatároztam, hogy a mecseki harcokról fogok írni. Szeretem a tankokat, mondja Veronika. Mert akkor még, amikor ezt leírta, ezt az első bekezdést, akkor még egy kicsit birizgáltam, hogy még. Hát mit írjak még? Szeretem a tankokat, mondta. Hát ez elég komolytalanul hangzik, mondta utána. Most egy kicsit bepillanthattuk a levelezésünkbe. Ha nem illik a rendezvény emelkedett hangulatához, mondta, ne mondd el. Azért is elmondtam. És hát itt még elmondta nekem azt, hogy örül és megtiszteltetésnek érzi, hogy belekerül a között. Hát ez hülyeség. Nem megtiszteltetés, én köszönöm. Egyébként egy kamaszról szól, ezt is spoilerezés nélkül tudom az első oldalak tartalmát ismertetni, aki egy szabadságharcos kamasz fiúról. Hát ez a novellason fog happy enddel véget érni, mint majdnem, hogy egyik se, kivéve Friciét. De
de nagyon izgalmas, fordulatos, és tankok is vannak benne bőven. Sőt, sült ruszkik is, mert ugye felgyújtogatják a tankokat is. Egyébként az íróinkra jellemző, hogy nem ülnek torta sült ruszkik fölött. Kifejezetten, ahol oroszokról, meg ellenségről van szó, ott inkább az ilyen kis volodyákat, meg szársákat sajnáljuk, akiket ide hajtottak, és akik megsültek a tankba, tehát nem örömködünk. Béla, te jössz, Trux Béla. Te egy történelmi regényíró vagy. A legutóbbi kis regényed az 1500 oldal volt. Azóta rengeteg novellát írtál, fantasztikusat is. Még, ha jól tudom, még a gyerekkönyv írásával is kacérkodsz, tehát elég sokrétű vagy, de a kedvenc témád az a történelem. És ez nekem kapóra jött, és nagyon régen ismerjük egymást. Tudom, hogy tudsz írni. Mind a tízünkről tudom. Neked is egy ilyen családi vonatkozású sztorid született meg novella formájában. Igen. Hát annyira családi, hogy édesapámról szól tulajdonképpen. Történelmi regényíróként én megtanultam, hogy ehhez a magához a történelemhez ugye alázattal kell nyúlni, ez már itt többször is elhangzott több szerző szájából, főleg ugye 56 kapcsán. Itt igazán alázattal kell hozzányúlni, és az emberben benne van egy olyan félsz, hogy jó, de mit fognak hozzá szólni? Tehát, hogy ugye ezek a sérelmek és egyebek. Tehát egy középkori regénybe azt írok lényegében, amit akarok. Tehát jó, tartom magamat az eseményekhez, a megtörtént dolgokhoz már amennyire lehet, de ott azért egy szerző randalírozhat. Tehát ott jellemeket alkothatok, egyebeket. Na most 56-tal kapcsolatban nyáron hallottam egy előadást egy akkori egyetemista szájából, egy öreg úr, és ő szépen elkezdte mondani, hogy ide vonultak, oda vonultak, tüntetés készült, stb. Megbeszélték, hogy itt találkoznak, és egy idős hölgy felállt az előadás közepén, és közölte, hogy de az nem úgy volt. Hát ő hallotta a rádióba, és akkor kinézett az ablakon, és ő látta, és akkor elkezdtek vitatkozni. A mai emberek ugye még azért akkor éltek, tehát ugye, ahogy te is mondtad, hogy nagyszülők, szülők, és maga az az objektivitás, amit próbálunk egy ilyen regényben, novellában közreadni az olvasók felé, az itt már érzékelhető, hogy mennyire vigyáznunk kell arra, hogy mit csinálunk. Tehát két ember, aki ott volt, és totál más látott, és ők ezen jól összevesztek, és a moderátornak kellett őket lecsendesíteni, hogy fogadjuk el, hogy te innen azt láttad, te onnan azt láttad, és a rádióban pedig egy harmadik dolgot közvetítettek, mert hogy ugye nagyjából így lehetett. És hogy melyiket írod meg? Na igen, tehát... A történelmi regényírást is így összefoglaltad. Igen, a történelmi regényírást is összefoglaltam. Hát szó volt róla, hogy magunkról is beszélhetünk egy kicsit, és ez így adja elég, magát. Elég kevés történelmi regényfigura fog a középkori regényből utána protestálni. Igen, de ott is azért lehet, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy de hát én láttam egy oklevelet, amiben pont nem úgy volt leírva, mint igen, ahogy egyébként Körömhegyig menő viták vannak az interneten. Igen, hála Istennek nem történész vagyok, hanem regényíró, tehát amikor azt mondom, hogy jó van, én ezt írtam le. 56-tal ezt nem lehet megcsinálni. Ugye kézenfekvő volt, hogy ilyenkor az író olyan embereket interjúvol meg, akik ott voltak és láttak valamit, aztán, hogy azt látták, amit a másik látta, ez most itt lényegtelen, tehát leírtam egy olyan történetet, ami adott volt, családba volt, és nem nyúlhattam nagyon mellé. Konkrétan a kitelepítés az inkább betelepítés volt, mert ezekkel a kitelepítettekkel telepítették be például a Hortobágyot. De voltak még talán annál durvább helyek is, de hát a résztvevőinek ez épp elég durva volt, mert állatként bántak velük. Igen, tehát itt egy kicsit megkerültem a témát, mert ugye a hortobágyi kitelepítések azok nem egészen az 56-os témát adják, viszont a főszereplő kisfiú, aki akkor 7 éves, az ő szemén keresztül láttatom az eseményeket, és tulajdonképpen 56 hozta azt a fellélegzést, amit azok az emberek is, akik oda kerültek a Hortobágyra, tehát ott egy kicsit úgy jobb lett nekik. Tehát onnantól, nem is akkor, tehát már hamarabb, tehát Nagy Imrével kezdődően, de azért a novellában láthatom magát 56-ot is, és kifejezetten ugye egy kisfiú szemével, aki nem ért az egészből semmit, csak azt látja, hogy valami történik, az emberek felmennek az épületre, leverik a vörös csillagot onnan, és akkor ő azt élvezi, hogy ez pont ráesett az üveg hirdető vitrínre is. Tulajdonképpen neki ennyi volt 56, aztán utána megtudta, hogy az az út, amin ő hazabiciklizett a szüleihez Miskolcról, ott jöttek be a tankok, és felverték az egészet, mint amikor a kombájnal felszántják a földet, és körülbelül úgy nézett ki az aszfaltozott út.
És hogyha pont akkor biciklizett volna arra, nem pedig, mit tudom én, hány órával hamarabb, akkor ugye most vele mi van, ő is fel van szánta, vagy lelövik, ahogy az Elizabeth novellájában a kisfiút, aki kislány. Sok eseményt kihagytam, neveket átírtam, de tulajdonképpen ez így történt meg, ahogy a novellában olvasható. De egyébként észrevettétek, hogy mennyi novellánknak szereplője, még az enyémnek is, amit itt szemérmesen nem ismertettem, hogy abban is van kisgyerek, hogy mennyiben van kisfiú, kislány. Ezt gondolom a bennünk élő gyereket szimbolizálja, mert egy kicsit mindannyian, akik nem fogtunk fegyvert életkorunk révén, mert fogtunk volna biztos, én hiszem magamról, hogy én fogtam volna, vagy tartom magam annyira. Aztán persze lehet, hogy más lett volna. Hát igen, hogy melyik oldalon. Mert hogy amikor gyerek voltam, és arról ábrándoztam, hogy a középkorban micsoda nagy lovag lettem volna, akkor kicsit idősebb koromban rájöttem, hogy a statisztikai alapon valószínűleg jobbágy lettem volna, és egész életemben a földet túrtam volna, mert az emberek nagy része az vagy volt. Vagy bolond lettél volna, Andy, mint az egyik novellárnak a szereplője. Igen. És könnyen lehet, hogy ugye azért a nem mindannyiunknak a szülei, nagyszülei harcoltak 56-ban, azért a többségünknek leginkább csak olyan történeteink voltak, hogy nélkülözés volt, meg féltek az emberek, vagy még olyanról is hallottam, hogy észre se vett az egészből semmit valahol vidéken. Ugye ez, hogy gyerekek szerepelnek, mint Bélánál is, ez gondolom, hogy a mi hozzáállásunkat, a mi gyermekkénti hozzáállásunkat szimbolizálja, mert nekem is automatikusan jött a történetbe egy kis gyerek. Ezzel egyet tudtok érteni? Igen. Van a Google-ben az a történet, tehát tényleg lelőttek egy kisgyereket egy povjadából, és ez ugye Elizabeth-et is, meg őket az én sztorimban is előbukkant, tehát ez egy ilyen városi legenda, ami rányomja a bélyegét erre az egész, hogy egy gyerek kell vele valahol. Hát most képzeljétek el, hogy ezerszer oda-vissza elolvastam már a novellákat, ugye elkezdtem szerkeszteni, fölfűztem, és elkerült a figyelmemet az, hogy először van ugye sorban Eliza novellája, amiben a végén, amit Kira elmesélt, meghal a kisgyerek lelővik egy popjedából. Majd Zsolté pedig már többször elolvastam, ahol egy popjedába utazik ez a három gonosztevő, és annyira felidegesíti az őket haladni nem hagyó tömeg az egyiket, hogy lehúzza az ablakot és kilő a géppisztolyjal. És majd viszonylag lelki furdásra veszi észre, mert az annyira nem gonosz, hogy egy kamasz összeesik. És még akkor már megvolt majdnem a vágójeles szerkesztménye a könyvnek, még a fejemben is volt, hogy szólk a Zsoltnak, mivel Elizabethnél 10 éves a gyerek, és a Zsoltnál pedig egy ilyen 14 év körüli kamaszt látott összeesni, hogy szólok Zsoltnak, hogy írja át 10 éves gyerekre, és akkor itt majd csinálunk ilyen quiz kérdéseket az olvasó, figyelmes olvasóknak, hogy melyik gyereket ölték le kétszer két novellába. 56-ban gyerekeket is öltek. Hát meg aztán gyerekek is dobáltak molotov koktélt, mondjuk be a harckocsiba. Tehát. És az utolsó 10. író novellája egyáltalán nem utolsó sorban, mert jó hosszú, szinte már kisregényt írt, ő Villacs Richárd, akit egyébként én úgy ismertem meg, hogy rock újságnak a szakírója, vagy rock szakíró vagy. És ez a novella is egyébként egy ilyen korunkban, egy rockzenei koncerten kezdődik. Igen, így indítottam a történetet. A változatosság kedvére én is a családból merítettem, úgymond ihletet. Családi, úgy látszik, hogy mindenki családi történetet ír, így én is. Tehát az egyik... És a tiédben nincs kisgyerek, Ricsi. Ja, tényleg nincs kisgyerek, igen. Ez is nagyon fontos. Szóval egy nagybátyámról szól a történet, akivel én már csak Rotterdamba találkoztam, tehát 56-ban úgymond kidisszidált, tehát átment a nyitott határon, ugyanis ő volt az egyik átállt katona Kilián laktanyában, ez már önmagában is nagyon-nagyon izgalmas, de hát nem úgy akartam írni, hogy fogom magam és elutazok Hollandiába, mert repülőgépen abban semmi izgalom nincs, ezt egy párszor megtettem, és akkor kitaláltam egy ilyen sztorit, hogy egyes szám első személybe, hogy berúgok egy rockfesztiválon, részegségembe befekszek egy terrautóba, És tényleg egyes szám első személybe van írva, de én nem gondoltam, hogy te vagy. Na ilyet részeg voltam már rockfesztiválon, de pont ezt nem csináltam még, de gondoltam, hogy így érdekes. Az elején egyébként a Pali még oda is rókázik valahova, meg iszonyúan botrányosan részeg, és még attól úgy merül mély álomba, hogy attól fofik, hogy majd ahol megérkezik ez a kamion, lerángatják és meg is rúgtossák, mert ugye összeállt a díszletet. Tehát egyáltalán nem 56-os sztori van itt. Igen, gondolom sokakban felmerült, hogy ez hogy kapcsolódik 56-hoz. Hát
olvassátok el, és akkor megtudjátok. De, szóval ez kicsit vállaltam ponyvás ez a rész. Tehát ugye a ponyvaregényekben pont azt szeretem, hogyha az író a főhőst eljuttatja mondjuk Budapesttől Debrecenbe, akkor felszáll a vonatra, a szép irodalomban elzötyög a vonat, meg hallja a kattogást, a ponyvában megtudja, hogy valami történik, hogy kigyullad a vonat, vagy a vonatba beleszalad egy kamion, és hiába nem kapcsolódik konkrétan a történethez, szerintem ez nagyon jó. Tehát, ebben az esetben akkor az, hogy még le is hányja a részek fickó. Ez az egyetlen regény, amiben róka szerepel. Már ugye egyetlen novella az 56-os kötetről, bocsánat. De egy nagyon jó kis hangulatos, és te is komolyan vetted ezt a kérést, hogy kalandirodalom mit írjál. A kalandot kezdődik, amikor a fiatal ember találkozik egy hazánk fiával, ez esetben akit a nagybátyádról formázta, aki elmeséli neki az 56-os kalandjait. Hát igazából Gyuri bácsinak hívták, itt a könyvben meg Gyulaként szerepel, szóval nem akartam különböző okoknál fogva, hogy ráismerjenek. Jó, hát az a 350 millió ember most megtudja, mit számít. Na. Tehát elsősorban az ő jellemét akartam visszaadni, az ő személyiségét, és tehát nem teszem a tűzbe a kezem minden történésért, ami van a könyvben, sőt, szerintem érződik is rajta, hogy valamelyiket tehát néhány történetszálat a saját fantáziámból merítettem, és ez egyébként ez jellemző volt rá, hogy ő segít ezen az eltévedt igazolványok, pénz nélküli fiatalember, ez abszolút jellemző volt, tehát én voltam kint nála elég sokat Rotterdam, ma volt olyan, hogy be akart hívni egy gyilkost is védeltetni a házba, hogy utána szerencsé nem jött be, de utána láttuk a ottani kékfényszerű műsorban, hogy ott ki volt rakva az embernek a képe, az apukáját megölte egyébként. Erről is lehetne egy novellát írni, mert ez egy nagyon nagy... De egyébként tényleg az oda helyes, hogy tényleg egy ilyen öreg vidám hobó? Igen, abszolút. Nagyon jól jellemezte. Van még valaki, aki ismerte szegényt, sőt a lányom is, csak hát 2011-ben meghalt ez a bácsi. Tulajdonképpen neki akartam emléket állítani, szerintem anyukám is tökéletesen egyetért abban, hogy egy öreg hobó volt tulajdonképpen. Hát hogyha vannak 70 feletti hobók, akkor ő biztos, hogy az volt. Hát egy összakálú, hordópocakú, abszolút. Nagy dumás, nagy hangú, nevetős, tengerész sapkát viselő bácsi. Igen, és sőt még tengerész is volt, ez majd a következő. Minden második mondat után hátba veregeti a srácot, meg huncutkodik. Most teljesen leírtad, úgyhogy most nagyon boldog vagyok, hogy sikerült visszaadnom, hogy visszaadnom az ő jellemét, és érdekességképpen elmondom, hogy annak idején, tehát én akkor nem is írtam, tehát én nagyon fiatalon írtam, meg most nagyon középkorúan, és mesélte ezeket az 56-os történeteit, amiket én sokszor kételkedve fogadtam, de szégyen magam, most mikor utána néztem, kiderült, hogy nagyon-nagyon oda passzol a történelmi háttérhez. De elmondta ezeket a sztorikat, örült, hogy magyarul beszélt valakivel, mert ott nem tartotta annyira az ottani magyarokkal a kapcsolatot, és mindig hozzátette, hogy majd fiam ezt írd le, így beszéltem, hogy mindenki a fia volt, fiam ezt írd le, és akkor majd kiadjuk magánkiadásba, könyvbe, és akkor mondta, jó, persze, majd valamikor, és akkor szegény... Akkor most egy végakaratot is teljesítettünk. Igen, na erről van szó, és most kicsit okkultista irányba fogom vinni ezt a... Az történt, hogy jött ez az 56-os emlékév, véletlen pont az 56-os emlékévben jelent meg az én első könyvecském, és akkor eszembe jutott a Gyuri bácsi, hogy hát 56-os emlékép, beszéltünk erről a könyvről, nem tudom, hogy jött ez az ötlet, hiszen ő nem is nagyon tapasztalta, hogy én írok, vagy írtam. És akkor gyorsan elsegettem a gondolatot, hogy hát annyi mindent lehetne csinálni, meg akkor ezt is kéne, azt is kéne, ilyen alapon, meg olyan alapon. És akkor jött az Andrásnak az e-mailje, hogy most ezzel foglalkozik. Szóval szinte rárímelt, tehát hogy ilyen napok kérdése volt, hogy elvetettem azt az ötletet, és akkor a Gyuri bácsi ott erőszakkal itt az Andrással, hogy rávette a túlvilágról álmába, vagy nem tudom, hogy kezdjen el engem cseszegetni az 56-os ügyben. Én teljesen el voltam képedve, különben eszembe jutott volna, hogy bármilyen történelmi dologhoz nyúljak, mert hát
talán ezt a félelmet is oldotta. Én nagyon-nagyon nagy tisztelettel gondolok a történelmi regényírókra, mert én nem mernék egy ilyenbe belevágni, vagy legalábbis azt gondoltam, hát most félig meddig így belevágtam, de ez mondjuk egy nagyon egy ilyen privát történelmi kis regénynek sikerül, de úgy belekóstoltam a műfajba, és nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon-nagyon szerettem írni. És most nagyon-nagyon visszaadom a szót. Hogyha lenne még egy ilyen kötet, persze, hogy nem lesz, de lenne még egy ilyen emlékéves kötet, akkor például te, Ricsi, ha már nálad van a mikrofon, te lenne következő ötleted is? Tudná újat is? Abszolút, ezt lehet folytatni. Tehát én rengeteg történetet hallottam az öregtől. Tehát, sőt, én azt mondanám, hogy az igazi izgalmak most jönnének, hogy mi lett azokkal a magyarokkal, akik átlépték a határt, hogyan illeszkedtek be, hogyan fogadták őket, tehát hogyan éltek, vágyakoztak-e haza. Tehát az igazi, még hogyha nem is gépfegyver, meg T-34-es szinten, de szerintem az igazi izgalmak lelki szinten most indulnának. És itt most legalább hárman, akik itt ülünk, kifejeztétek azt a kezdeti ellenvetéseteket, vagy aggodalmatokat, hogy esetleg nem illik-e ez a témához ilyen könnyű kézzel nyúlni. Most érzem csak, hogy itt ülünk, hogy igazából volt számotokra, főleg számotokra, akik egy kicsit aggódtatok ennek rizikója, mert mi van, ha én az egészet átpolitizálom, vagy mi van, ha én most elkezdem akármilyen oldalt kihasználva. Hát elég kínos helyzetbe hoztam. Én gondoltam rá. De nem. Nagyon köszönöm, hogy időben szóltál, mert ugye mondtad eredetileg, hogy próbáljuk a Józsefvárosba helyezni az írásainak a szín a helyét. Eredetileg úgy fejeződött be a novellám, hogy és tudom, még sok mesét őriznek a józsefvárosi bérházak, amikor szólt, hogy nem adnak pénzt, átértek budapesti bérházakra. De ingyen nem reklámozzuk őket. Igen, a DAC nagyon sok irodalmi alkotásnak a hajtóereje. Te tudnál? Te, ha most lenne még egy ilyen 56-os kötet? Most így beszélt róla, hogy belúgott a manus és kikent Hollandiában. Eszembe jutott, hogy a másnaposoknak egy verzióját 56-ba áthelyezni, az mekkora vígjáték lenne, de most komolyan. Fölkel és ég az ország. Tehát... Na hát Zsoltinak nincsenek olyan aggályai, mint nálunk úri emberesebb társainknak. Ezt föl is írom ezt az ötletet magamnak, mert ez egy jó sztori. Béla? Te tudnál még egyet? Nem. Azért, mert nem lenne időm rá. Nem, nagyon be vagyok már most táblázva, és egy kicsit túlvállaltam magam. Persze úgy biztos tudnék, hogyha lenne időm, csak nincs időm. Tehát ne ápoljál magadban ilyen képzeteket, hogy majd ezt lehet folytatni, mert valami más talál. Mert most jön jövőre a 61. emlékév. Persze, hát az embernek van ötlete százféle is, de mondom, hát túl vállaltam magamat, és most már egy kicsit vissza kell fogni. Igen, hát általában így vagyunk ezzel, ha komolyan csináljuk. Mert hogy most is történelmit írsz? Hát most adtam le. Lehet, azt mondtam egyébként a szerzőtársaimnak, azt leveleztük, hogy nyugodtan lehet ízlésesen mindenkinek saját magát is. Most adtam le a Történelmi Regényírók Társaságának az új antológiájába, ami majd mikor fog megjelenni, tudjuk mikor jelenik meg. Hát azt is közösen csináljuk. Egy ilyen, már is élek azzal magam által felajánlott lehetőséggel, mint ez az Oltárkard legenda, ami a Történelmi Regényírók Társaság, a TRT-nek az előző kötete, és nagy részt, ugye nem én szerkesztettem, mert azt megcsinálta a szerkesztőnőnk, de én rajzoltam, meg írtam is bele, meg Béla is írt, meg a borítót csináltam, tehát oroszlán részét vállaltam ennek a könyv, ebben a könyvben való munkának, pusztán azért, mert szeretem a könyveket csinálni. És most jön megint egy ilyen, egy másfél-két hónap. Egy ilyen ugye meséltem, hogy a TRT-vel csináltunk volna egy ilyen 56-os kötetet, de ő nekik rögtön elment a kedvük az elutasított pályázat. Én örülök neki, hogy nem velük csináltuk, mert így ezt is megcsináltuk, és lesz egy olyan is, amiben mást írtam. Ez az, hogy túlvállaltam magam, erről beszélek. Abba Sationi Rajnaldról írtam egy kis novellát, aki a keresztes háborúknak az egyik baromállatja volt, hogy azt mondjam. Tehát ő a lovagiatlanságnak volt a mintaképe, miközben egy lovag volt, és tulajdonképpen a Jeruzsálem elvesztését neki köszönhetjük. Nem tudom, hogy látta itt valaki a Mennyei Királyság című filmet, hát abban nagyon érzékletesen, gyönyörű szépen bemutatják az ő személyiségét és a tetteit. Élmény volt róla írni.
Tehát egy ilyen vad karakterbe az ember tényleg kijöntheti a saját vadságát is, beleplántálhatja. Azt elmondom a kedves jelenlévőknek, hogy íróként a fő genyókról a legjobb írni. Hát ez a gonosz karaktereket. Most nekem az volt ebbe a kihívás, hogy még nem írtam olyan novellát, amikor egy ilyen főgenyót, ahogy mondtad, szimpatikusan próbálok tálalni az olvasó közönség felé, tehát kíváncsi is vagyok majd a visszajelzések, hogy ez sikerült-e. Köszönöm. Frici, te tudnál még egy kötetben részt venni? Persze, mert apám is mesélt. Szóval a fater is mesélt azokról az időkről, és az igazán rázó sztorik azok lennének. Az is humoros lenne? Van benne olyan is. De szerintem ez egyébként szemlélet kérdése, mert én valószínűleg, hogyha rám szakadna most a plafon, akkor is találnék benne valami nevetségest. Akkor biztos benne lenne a könyv a hírekben. Tamás, tudnál még egyet? Még egyet ereszteni? Most egy szürreát akarok írni. Volt ugye ez a csoportunk, ahol ugye ott voltak az írások. És úgy kezdődik az én novellám, hogy Ilona a börtönkórház előtt állt hajnali 6-kor várván a bebocsátást, de ugye címe nem volt a novellának, így az első mondat résszel került oda, ugye megjelölve tulajdonképpen. És akkor Zsolt azt mondta, hogy írhatnék egy olyan novellát, ami Ilona a börtönkórház. És ezen gondolkodtam, nagyon jó, mert az már elindult a gondolat, Ilona a börtönkórház, lesz benne királynő, azt ígérem. De lesz benne királynő. Igen, a gondolat megindult, ugye most inkább ezt hiszem el. Ugyanez a kérdés, Dávid? Azonnal és határozat nem. De hozzá kell tennem... Bár hogy nem tudnál, vagy nem akarnál? Hogy nem tudnék és nem akarnék, de hozzá kell tennem, hogy amikor azt hiszem nyáron föltetted a kérdést, először akkor is nemet mondtam volna, csak odat, hogyha te kéred, akkor már megpróbálok valamit összehozni. De egyébként azt hiszem viccen kívül, hogy kiapathatatlan forrás, úgyhogy biztos még lenne belőle pár történet. Aha. Nekem is volt még... Volt még kapacitásod? Volt még kapacitásom, meg rokonságom. Jó, én azt hiszem, hogy eleget beszéltünk a könyvről, most már beszéljen a könyv magáért, és itt dedikáljuk is, azért elég ritkaság, hogy egy 10 írós antológiából mindjárt 6-an össze tudják firkálni. A Széchenyi könyvtárban ugye tudjátok, hogy amikor az ember könyvet csinál, akkor a köteles 5 példányt elvisz, úgyhogy már a nemzeti kultúrkincs része vagyunk. Ilyenkor az szokott jönni, hogy mi egymásnak is dedikálunk, és akkor itt kezdődik a nagy firkálás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A tegnap esti, október 13-ai, 1956 kezében Szabadság című könyv bemutatónak a megvágott hanganyagát hallottátok. Meg lehet rendelni, még nem tudom pontosan milyen terjesztési csatornákon, könyvesboltban hol lehet kapni, de például beírva a címét 1956 kezében Szabadság a Facebook oldalról lehet rendelni. 2 hét múlva megint Mesztelen ügynök, szórakoztató irodalmi magazin. Sziasztok, viszonthallásra!